Éva, a Sterényi ad otthont minden évben a ritmikus gimnasztika szakosztálynak, az edzőtáborának. Hány tábort csináltatok végig 2017-ben? Egy hosszú táboron vannak túl a gyerekek, illetve egy rövid tábort szerveztünk nekik. Ez igazából arra volt felkészítés már a gyerekeknek, hogy az őszi szezonra készülünk itt a duó, a trió és a csapat gyakorlatokkal. Ebből készítettetek egy kis ízelítőt, illetve felvételt a végén egy pár gyakorlat formájában. Mindig a nyári időszakban készülünk fel az őszi időszakra, mert itt van nagyon sok időnk, akkor 8 órát vannak benne a gyerekek az edzésidőben. Ez azért nem úgy kell elképzelni, hogy megfeszített a tempó és csak orvérzésig gyakizunk, hanem van egy nagyobb felkészülés délelőtt, aztán délben megállunk, akkor utána elmegyünk, megebédelünk, egy pici társasozás van, egy kicsi lazítás van, és akkor utána délután megint van egy jó kis erősítés a gyerekeknek, ahol szintén a gyakorlatok készülnek, kinek buzogánnyal, kinek karikával, kinek labdával, melyik csoport, korcsoport hol indul. Milyen eredményeket értetek el az előző szezonban? Mi volt az, ami nagyon-nagyon szívmelengető, hiszen azt mindenki, aki fölmegy a közösségi oldalra és ismerősöd, az látja, hogy hajrá Monorese, hajrá Ergé, verseny, drukkolunk, szurkolunk. Az idei év az nagy vízválasztó volt nekünk. Nagyon sok olyan gyerekünk van, akik szabadidőben szeretnek versenyezni. Ebben a szabadidőben nagyon-nagyon-nagyon jók vagyunk már. Ez az alatt értem, hogy első, második, harmadik helyezettjeink vannak fent a dobogón állva a gyerekeink. Ezt el is várjuk már őtőlük. Illetve az idei évtől kezdve 3 olyan lányzó van, akit szeretnék kiemelni, mert versenysportba vittük fel őket. A Bátorfi Júlia, Antal Panni és Szabó Eszter. Ez a versenysport kategória az heti 4 edzést jelent a gyerekeknél, tehát ott már egy kicsit feszített a tempó, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat kell dolgozni érte a gyerekeknek. De itt például kiemelném a somogyjádi versenyt, ami egy nagyon nagy megmérettetés volt a gyerekeknek, illetve az edzőiknek. Itt a Bátorfi Júlcsi második helyezett, Antal Panni második helyezett lett a korcsoportjában. Ez számunkra egy nagyon nagy eredmény. Ha gyerekekről beszélgetünk, akkor ez alatt a hosszú tábor alatt, illetve a rövid tábor alatt hányan fordultak meg itt a szőnyegeken? Mind a két táborban 64 gyereket edzőtáboroztattunk le idézőjelben. Hát ez megközelítőleg olyan 30-35 gyakorlat elkészítését jelenti. Tehát mindenki duóban, trióban, illetve egy 4 vagy 5 fős csoportban indul. Azt gondolom, ez egy nagyon szép eredmény. Arra kérlek, hogy mutasd be azt a két kollégát, akivel most is az edzőtábor ideje alatt együtt dolgoztatok. Metz Adél és Navratil Nikolett, ők a nagy versenyző csoportunknak az edzői. Mi ott 3 vagyunk így közösen. Aztán most először sikerült régi tervemet megvalósítani, hogy aki elkezdi a kis csoportosokkal, a kezdő csoportosokkal a tanfolyamot, az felvigye 1 évvel később őket, és ott egy kis versenyző csoportot tudjunk kialakítani. Ez szintén a szabadidő kategóriában fognak versenyezni ezek a gyerekek, de ők a 2. szinten. Ez azt jelenti, hogy heti 2-szer 2 órában fognak edzeni, ő pedig a Paripásné Hosszú Rita, aki már vitte tavaly is őket, illetve felvitte őket kis versenyző csoportban. Nagyon fontos a ritmikus gimnasztikánál, hogy ne csak meglegyenek az alapok, ne csak meglegyenek a gyakorlatok, hanem a gyakorlathoz szükséges eszközök is. Gondolom az a labda például, ami a te kezedben van, ez ugye mindenkinek a sajátja, hiszen mi az Ergénél tudjuk nagyon jól, legalábbis én igen, hogy mindenki a saját szerével edzés azzal dolgozik tovább. De nagyon fontos a szőnyeg, azt viszont az idén kaptatok. Így van, a tornaszövetségnél már több évben pályáztunk szőnyegre, amit igazából nem azért nem kaptuk meg, mert nem a Monoresének akarták adni, hanem egyszerűen arról volt szó, hogy nem vásárolt a tornaszövetség annyi szőnyeget, amennyire az egyesületeknek szüksége lenne. Ez ebben az évben teljesült. Az idejében kaptunk először egy versenyszőnyeget, amit eddig bérelnünk kellett a szövetségtől, most igazából ez a saját szőnyegünk, úgyhogy ebben támogatják a Monoresét a Magyar Torna, illetve a Ritmikus Gimnasztika Szövetség. Éva, az nagyon szép dolog, hogy vagytok ti edzők, vannak a gyerekek és jönnek, de van egy szülői háttér, aki elhozza a gyerekét, mert megbízik bennetek, és azt gondolja, hogy valamiféle eredményt még el is fog tudni érni a gyereke. Milyenek a szüleitek? Én tudom pontosan jól, mert dolgoztunk együtt, de azért mondjuk el a nézőknek.
Nekem borzasztóan szerencsés helyzetben vagyok, 12 éve vezetem ezt a szakosztályt, de nekem egy olyan szülői gárdám van, hogy örökké csak köszönni és hálás tudok lenni nekik. Ők nagyon támogatnak bennünket, mindenben itt vannak, a versenyeken részt vesznek, nem tudok olyat kérni a szülői gárdától, amiben segítenének. Mindenben a hátunk mögött vannak, mindenben támogatnak, és ettől ilyen sikeresek a gyerekek is, mert minden sikeres gyerek mögött egy sikeres szülő áll. Ide hozzák edzésre, pontosan, precízen, minden edzésen itt vannak. Ezt azért tudnotok kell róluk, hogy nálunk nem betegek a gyerekek, egyáltalán nincsenek betegségek. Ők minden edzésen itt vannak, nem hagynak ki edzést, ezért tudunk haladni és jutni előre és előre azokkal az eredményekkel, amit már említettem. Beszéljünk azokról a gyakorlatokról, amiket most itt felvettünk, hogy meg is tudjuk mutatni a kedves nézőknek. Ugye voltak nagyon picikék, ketten. Vitéz Tamara és a Molnár Lottit lehetett látni, ők tavaly magyar bajnokaink voltak. Két kis manólány borzasztó nagy szorgalommal, kitartással. Itt a Tamarát meg is kell említenem, ő a legjobb sportoló és a legjobb tanuló díjat kapta Monor városától, ami még nem került átadásra, de az értesítést már megkaptuk róla, hogy ő megkapta. És aztán voltak hárman. Aztán voltak hárman, a Fanninak a triója. Igazából ott is egy nagyon-nagyon most készült gyakorlatot láthattunk a lányoktól, de ez azért ütős lesz, mert ott mind a három kislány az nagyon ott van a szeren, tehát ők azért fognak ebben még nyerni, meg dobogó helyezést elérni. És aztán láttunk két ifjú hölgyet, akik már szergyakorlatot mutattak be, és azt mondtad a felvétel közben, hogy nem baj, menj tovább, csináld, mosolyogj, és bíztattad őket. Ez aztán egy tényleg most készülő gyakorlat, ha jól vettem ki a szavaidból. Igen, ez a Kovács Melani és Barbarának a gyakorlatát láthattuk, Balázs Barbarának a gyakorlatát Buzogánnyal. Itt ami nagyon lényeges, hogy egy hete készült el ez a gyakorlat, és igazából a szertechnikai része, ami a Buzogány most vették a lányok a kezükbe, itt a szertechnikai rész az, amit még nagyon-nagyon tanulni kell, de hiszen hát ők is már 8 éve velünk vannak, úgyhogy az alapok meg az elemek azok már nagyon jól mennek, itt most a Buzogányra kell majd egy kicsit több hangsúlyt fektetni, de mivel egy hetes gyakorlatról beszélünk, így még semmilyen elvárásunk nincs a lányokkal szemben, úgyhogy azért mondjuk mindig azt, hogy nem vagy elrontottad, nem baj, hogy leesett, még semmi baj nincs, van egy hónapod arra, hogy ezt még kigyakoroljuk, mire igazából a versenyszőnyegre kell állni nekik. Meddig lehet ezt a sportágat űzni itt az MSZ-n belül, és meddig lehet, ha valaki nagyon-nagyon szorgalmas, tehetséges, kimagasló eredményt ér el, akkor mondjuk hány éves koráig tudja ezt a sportot csinálni? Az igazi tendencia az, hogy 18-es korukig űzik a lányok, de itt a Monor esélyben ez a továbbtanulás, és mivel vidékről beszélünk, elmennek Budapestre továbbtanulni, és ez a 14-15 éves kor, ez egy nagyon nagy vízválasztó. Két nagylányunk van, akik 17 és 18 évesek, ők még visszajárnak az egyesületben, de ők is már nagyon ritkán. Tehát azt mondom, hogy őket már az idén nem tudjuk elindítani versenyen, sőt már a 17-es évben nem is indultak egyáltalán. Úgyhogy sajnáljuk nagyon, de ez a 14-15 év az, amikor kiöregszenek a lányok. Illetve legalábbis innen a Monor eséből mindenképpen. Igen. Nyilván azért, ha van lehetőség, akkor mondjuk Budapesti Egyesületnél gondolom folytathatják. Budapesti Egyesületnél igen, tudunk felajánlani természetesen olyan egyesületet, ahol tudjuk azt, hogy a nagylányokkal is csapatban, illetve egyéniben is tudnak tovább foglalkozni. Nem jellemző sajnos, nem mennek tovább a lányok. Viszont az RG, a Monori RG az mindenképpen megy tovább, hiszen indul a szezon, ha jól gondolom. Milyen versenyekre készültök, hova készülnek az edzőtáboros gyakorlatokkal a lányok? Első nagyobb versenyünk az a Victoria Kupa lesz, minden évben ott vagyunk, elég jó eredményeket hozunk el, ez október 20 és 21-én lesz, illetve a másik nagy az a Bercik Sárának az emlékverseny, amit mi több évben, 6 éven keresztül rendeztünk, hiszen veletek együtt dolgoztunk abban, az viszont november 4-e és 5-e. Amit még itt kiemelnék, szintén a versenysportos lányaink, ők már szeptember 30-án versenyen lesznek, az Antal Panni meg a Bátor Fiulcsi. Úgyhogy velük indul a mezőny. Most itt vagytok a Sztérényiben, de tudjuk azt, hogy decemberben műszakilag mindenképpen átadásra kerül a Monori Sportcsarnok, és utána pedig 2018-ban akár már ott is versenyezhet az RG-s csapat. Hogy értékelette ezt a lehetőséget?
Hát számunkra ez egy óriási lehetőség lenne, és nem azt mondom, hogy mondjuk az utánpótlás és a kis versenyzőknek szeretnénk ebben a szép új csarnokban edzési időt kérni, viszont a nagy versenyzőinket mindenképpen szeretnénk átvinni legalább heti kétszer vagy három alkalommal. Nem tudom, ezt majd eldönti a akkori vezetés, illetve a város vezetése, hogy milyen felosztásban, hogy tudunk bejutni a csarnokba, de nekünk óriási lehetőség lenne. Lehet, hogy ott akkor már több mint 1000 néző nézheti a monori lányokat és a meghívott versenyzőket egy-egy nagy verseny alkalmával? Igen, ez már a tervek között szerepel a 2018-as évben a BSEV-nek a selejtezőjét, illetve a BSEV-nek az országosát, illetve egy nemzetközi verseny már a következő évben nekünk be van iktatva. Most az a kérdés, hogy elkészül-e a csarnok, illetve ott áprilisban már tudunk egy ekkora volumenű versenyt csinálni, mert akkor már rajtra készek vagyunk, ugrunk és már is szervezzük olyan szülői gárdával a hátam mögött. Ez majdnem egy jó végszó, engem az érdekelne, utolsó kérdésem ez lenne, mit vársz a 2017-18-as szezontól, a Monorese RG szakosztályától? Hát igazából, ha a lányok azt a formát hozzák, amit tavaly, mert az itt egy picit hagydicsekedjek, a tavalyi évben a Monorese volt a 47 egyesületből az első. Tehát a legsikeresebb szakosztály mi voltunk, mi hoztuk el a nagykupát, egy ilyen nagykupát sajnálom, hogy nem hoztam ki, a legtöbb versenyzőt egyesület és a legsikeresebb egyesület tavaly mi voltunk. Az idén is megelégednék ezzel, hiszen ugyanaz a lányok mennek, tehát ugyanazok a csapatok, és nagyon minimális létszám változott nálunk, de én ebben megelégednék az idén is.